A Magyar Innovációs Szövetség 22. ifjúsági innovációs versenyén indultam, és itt kaptam első helyezést másik két nyertes társammal együtt. Hát mindig nagyon tetszett a verseny kiírás, mert itt bármilyen kutató jellegű vagy tudományos témával el lehet indulni, tehát nincs meghatározva egy adott téma, hogy ezt kutasd, hogy ezt dolgozd ki, hanem bármilyen kreatív vagy újító szándékú ötlettel lehet nevezni. Pictoverb egy olyan program, ami azoknak nyújt segítséget, akik nem tudnak beszélni. Sok olyan emberre ismerkedtem meg életem során, akik korlátozottak voltak a beszédben, és azt vettem észre, hogy a társadalom kirekeszti őket, hogy nem kezeli őket egyenragú partnerként. Viszont ahogy megismerkedtem velük, azt vettem észre, hogy ők ugyanolyan értékes emberek, mint mi. És a programommal lehet ez is túl nagy álomnak hangzik, de ezt akartam előmozdítani, hogy ki tudják a bennük lakozó értéket fejezni, és hogy felszínre törjön, ami tényleg bennük van, mert van bennük. Attól, hogy nem tudnak beszélni, lehet, hogy másban meg százszor ügyesebbek, mint mi. Először is elmondanám, hogy a Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskolában úgy tanuljuk a programozást, hogy általánosan, és ez azért jó, mert utána bármilyen nyelvet el tudunk sajátítani. És mikor jött az ötlet, akkor nekem is utána kellett járnom, hogy kell androidos készülékekre programokat írni. Ugyanis ez egy táblagépeken és egy okostelefonokon futtatható alkalmazás, és meg kellett a mikéntjét tanulnom, hogy hogyan lehet ilyet létrehozni. Mindenképpen úgy gondolom, hogy az európai verseny után a lehető leghamarabb elindítom, hogy termék legyen a programból, mert ugye az a célom, ez volt a kezdeti célom is, hogy minél több ember segíthessek, hogy minél hamarabb eljuthasson a rászorulóknak. Jelenleg tesztelési fázisban van, tehát olyan családokkal működök jelenleg együtt, hogy kipróbáljuk, hogy tényleg az adott helyzetekben, az adott betegségekben hasznosítható-e, és hogy milyen jövőbeli fejlesztéseket tegyek bele, hogy még jobb legyen. Tényleg lehet nagy szavakat mondok, de az életem is megváltozott. Nagyon sok olyan emberrel ismerkedtem meg, akik hasonló érdeklődésűek, és úgy hiszem a jövőben majd együtt tudunk dolgozni, és esetleg egy nagyobb kutatásba kezdeni. Egy olyan nagy megtiszteltetés is ért, hogy decemberben Stockholmban részt vettek egy ilyen ifjúsági tudományos szemináriumon, és a fénypontjaként nagyon készülök rá, megtekinthetem a Nobel-díját adó rendezvényt. Én fogok érettségizni, mindenképpen egy mérnöki szakra szeretnék majd jelentkezni, és hát az álmom az, hogy ilyen segítő szándékú projektekben vehessek a jövőben is részt.